11. forduló november 2-a a kápolnás nyék érkezett vendégségbe a Móricz Zsigmond útra. A nyékiek jelenleg ott állnak a tabellán, ahol mi szeretnénk. Az őszi derbik tekintetében egy Adony elleni hazai volt csak, ami csúnyán mutat a biziben, a többi kiegyensúlyozott teljesítményt mutat, x-eltek az Újvárossal, verték a Csort és a dobogóért kapaszkodó Sárosdot is. Ezzel szemben nekünk van egy x-ünk, meg 3 győzelmünk, a többi sajna vereség. 10 ponttal szerénykedünk, tehát a középmezőny egyre távolodik, a nyék hazai legyőzése adna némi reményt. Valamit kellett tehát mutatnia a zöldfehér hazaiaknak. Farkas dobja Horvátnak, ő elegánsan bokával tovább Lakakisznak, a fiú megpróbálja a felső csücsköt, szép elgondolás. Joe saját labdáját szedi össze, Laknak passzol, Györgyöt futatja a bal szélen, kis mellett jó a beadás is, a szél is beleszól, szerintem a beadásnak szánt lövés kis híján megtréfálja Palástit. Támadnak a vendégek, ha jól látom, őz, akit négyen próbálunk körbevenni, így a matek nem jön ki középen, Viktor Michel egymaga van, kapja is, Hompi kijön rá és az alapvonalig kíséri. Imrefi játssza előre, Petrás ügyetlenkedik, Zsigmond villámgyors, Hompi most is remek ütemben lép ki a vendég elé. Imrefi Michel felé, mögüle érkezik kis, nincs les, Hompi meg ismét jön a kapuból, most már sokat gyára ment. Na nézzük Lakakiszt a zászlónál, Farkas jön segíteni, már küldi is középre, Lak centikkel marad le, ha jól látom Karbutli, akivel összeakaszkodik, vagy inkább a hármas lábával lent is marad Imi. Szajkó bolondítja a védelmünket, Rózsának passzol, az ő ívelésére őz mozdul, túl határozottan is. Farkas kitakarja az eseményeket némileg, de az látszik, hogy Hompinak sikerül csúnyán rácsúsznia a lábára. A frissen visszatérő kapus súlyos sérülés szenved, nem is tudja saját lábán elhagyni a küzdőteret. Nincs vége a durva jeleneteknek, itt nagy és hódula fejelnek össze, Mátét ápolni is kell, de tudja folytatni a játékot. Lakakis szögletét Palásti öklözi ki, Joe hagyja az érkező Laknak, aki nagy kapufát lő, a portásnak nem volt esélye elérni. Ennyi az első etap, csipkedték magukat a fiúk, de góra nem futotta eddig. Hodula nagyon gyors, a szélen nem lehet megállítani, Nagy és Szajkó kíséri, aztán Rózsa felszabadítása, tulajdonképpen előkészítés Lakakisznak, Szajkót egy testcsellel ő is elküldi, a lövést Palásti bravúrral hárítja. Nagy labdát kap Zsigmond, nagyot megy a futásban, Petráson is könnyedén túljut, a lövést választja, Norman szépen véd, a kipattanó azonban őznél köt ki, ő pedig 9-ről nem hibázza el, vezetnek a vendégek. Ismét Zsigmond fut, mint az előbb, most a Szajkótól kapott labdával, Mónus ered a nyomába és van kontakt a Kinizsi négyese, meglöki a csatát, az egész esés nagyon látványosra sikerül, Kupi érkezik is a legszigorúbb lappal. Csörge cipeli a játékszert zavartalanul, aztán a lövés előtti pillanatban a két Schnierer testvér megzavarja, hogy ne legyen gól, ahhoz azonban Norman szép védése is kell. A meccse jó futballozó Lakka zseniális labdát Hodulának, ha sprintelni kell, akkor nála a legjobb helyen van a labda, a beadás Karbautli és Rózsa mellett elmegy, a baj, hogy Horváth és György előtt is a világ gólhelyzete maradt ki. A Blonszki Horváth André megmozdulás is ígéretes, utóbbi jobb küllővel lő, nem túl pontosan, egy parasztos csőrnek jobban örültünk volna a jobb alsóba. Fogy az idő, fel kell rúgdosni minden labdát, egy ilyen érkezik Andréhoz, a nem túl pontos paszt, Hódul egy hátranyúlással menti, aztán Rózsa és Király mellett már meg is van a kilövési pálya, Palásti megfogja az életerős lövést. Közben, ahogy lóolunk, legalább az egy pontért kinyílik a védelmünk, kis átadásából Nagy lép meg Farkas mellett, a lövése finoman szólva is gyenge, elakad Joe-ban. Utolsó percekben vagyunk, a két ellenérdekelt gárdának másképpen telt az idő, ezt a Király Hódula csörte is mutatja. Ezek már az utolsó pillanatok, Horváth előre, amolyan minden mindegy alapon, Palásti öklöz, Blonszki lövése pedig elszágul a kapu előtt. És ez ennyi is volt, borzasztó őszünk van továbbra is, az mondjuk dicséretes, hogy 10 emberrel is harcoltunk, de összességében ez még mindig nagyon kevés, láthatólag a középmezőnyhöz is. Fel a fejjel, hajrá srácok, hajrá Kinizsi!